Minden perc 10%-kal csökkenti a túlélés esélyét. Minden perc, amikor nem teszünk semmit. Az első segélynyújtást az hirtelen egészségkárosodás esetén a sérültnek az állapotának a segítésére kell elvégeznünk. Ez ugyanígy van a gyerekek esetében is, a felnőttek esetében is, ez a lényeg az első segélynek. A Tree of Hope, a Zoyomi Kármeréka által vezetett szervezet már május óta, 2023 májusa óta működött. Ők már terhestornát, szülésfelkészítőt és csecsemőgondozást is ajánlottak a szülőknek, és témában, hogy kapcsolódjon a családoknak az egészségéhez és a családoknak a tanácsadásához, úgy gondoltuk, hogy ez a csecsemő és gyerek első segélynyújtó program igazán hasznos lehet számukra. Ádám Andrea marosvásárhelyi szülésznő tavaly októbertől tart csecsemő és gyerek elsősegélynyújtás kurzust. Ennek célja az olyan helyzetekre való felkészítés, amikor egy kisbaba vagy kisgyerek nagyon nehéz, akár életveszélyes helyzetbe kerül. Az egyszeri 4 órás felkészítő keretén belül Andrea gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektet, hiszen meggyőződése, hogy így lehet leginkább elsajátítani az elsősegélynyújtás helyes technikáját. Ami a legritkább, és ezt elmondhatjuk, és ennek örülünk, hogy ez a legritkább, az az újraélesztés, tehát az olyan szintű légzés megállás, amin pár másodpercek alatt lépni kell a szülőknek. Hogyha rátalálunk a csecsemőre, látjuk, hogy valamiért nem reagál, próbáljuk, hogy magához térjen, próbáljuk felébreszteni egy kicsit a talpát, meg a vállát, meg bögdössük, szólítjuk a nevén, haló, haló, mi történt, de nem reagál. Ez egy nagyon-nagyon félelmetes helyzet. A következő lépés az az, hogy először is megnézzük a légzését. A csecsemőnek a fejét neutrális helyzetbe hozzuk azzal, hogy egy 2 cm vastagságú törülközőt vagy pokrockát teszünk a feje alá, és 10 másodpercen keresztül figyelni fogom a légzését. Föléje hajolok, és 10 másodpercen keresztül nézem, hallom, és érzem a levegő áramlását. Hogyha nem emelkedik a mellkasa 10 másodpercen keresztül, akkor, és nem hallom a légzési zürelyeket, akkor azt mondom, hogy a gyerek nem lélegzik. Fontos, hogy a 10 másodpercet ezt rászálljuk erre, és végig számoljuk. Hogyha nem lélegzik, akkor csecsemő és gyerek esetében 5 befújásos lélegeztetéssel kezdünk. A csecsemő esetében a szánkkal lefedjük az órát és a száját, és szájból, orrba szájba történik a befújás. 5-ször. Közben figyeljük a mellkas kitéréseket. Ötször befújtam, egy normál felnőtt kilégzés nyit. Hogyha nem történik semmi, és továbbra sem lélegzik, akkor kezdem a mellkas kompressziókat. A kisbaba szegcsontjának az első 1/3-ára helyezem a mutatóujjamat és a középső ujjamat merőlegesen, és 15 mellkas kompressziót végzek. 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 6 és 7 és 8 és 9 és 10, 11, 12, 13, 14, 15. Követi ezt 2 befújás. És folytatom a mellkas kompressziót, hogyha nem történt semmi. 1 perc újraélesztés után mentőt hívok. Két befújás. Magához tért a baba hirtelen, ez azt jelenti, vagy látom rajta, hogy elkezdett lélegezni, de még mindig eszméletlen állapotban van. Hogyha lélegzik, akkor nem folytatom az újraélesztést, nem több mellkas kompressziót se nyomok, hanem biztonsági pozícióba helyezem, az egyik kezemmel megfogom a fejét, egy picit lennebb tartom, a másik karomon a testét tartom, és így várom meg a mentők érkezését.
A légcső elzáródás gyerekkorban előfordulhat, akár a hozzátápláláskor is, hogy félrenyel a gyerek, és szükség van beavatkozásra. Mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy amíg a gyerek köhög, addig azt jelenti, hogy a tüdőbe megy be levegő. A gyereket próbáljuk megnyugtatni, és ösztönözzük arra, hogy továbbra is köhögjön. Hogyha a köhögés némává válik, azt jelenti, hogy már kezd elmenni a hangja, tehát már nem tud köhögni, nem kap levegőt, már abban marad a köhögés is, és látjuk, hogy a gyerek fuldoklik, akkor azzal tudunk segíteni neki, hogy a csecsemő esetében például, ugye a hozzátáplálás az 6 hónap előtt amúgy se nem ajánlott, és egy 6 hónapos gyereket még azért a karunkra tudunk venni, és 5 háti lökést alkalmazunk a lapockák közé, 5 erős háti lökést. A babát a félkarunkra vesszük, és a másik kezünkkel ütünk 5-öt, megtartjuk ugye a fejét, és 1. Itt sikerült már elsőre, hogy a légcsőt elzáró idegen testet eltávolítsuk. Hogyha első alkalomból már kijön, akkor természetesen nem ütjük meg még 4-szer, hanem megpróbáljuk megnyugtatni, és akkor már tud levegőt venni. A kurzust nem csupán szülőknek, nagyszülőknek ajánlják, hanem bárkinek, aki csecsemőkkel, gyerekekkel foglalkozik, sőt lényegében mindenkinek, hiszen soha nem tudhatjuk, mikor lehetünk egy egyszerű hétköznap életmentő hőse.